tekek, végre lószak. Egész éjjel gyakoroltam, hogy hogy fogok, ugye a sarkam lerakom és a kuplungot hogy tudom nyomni, és az könnyedén megy. Hát mozgatni tudok én minden, a lányaim majd meglepődnek. Éde cilukám, Miksike. Hopp, bazd meg, már megy kifele. Lányom, már nem tudlak fölvenni! Hova rohansz így ki? Lányom! Na, jó, de jó fogadtatás. Na, itt van. És nagyon jó tudok vezetni, ez már nagyon jó. Itt a Welcome, szerbusz Jánosom. És ott van a Szürike, és a Matej Kanca meg megy kifelé. Így ezt földobják. Zoli! Hol a Zoli? Nem tudom, ki van itt, mi van itt. Szalma, szén, az a végre. Halló! Éjjel gyakorolgattam. Lerakom a sarkam, és tudom nyomni a kuplungot, tökéletesen tudok. Csak lábrálni nem tudok. Szia, Zolikám, dobd fel ezt a egeret, és majd jövök vissza. Tehát tök jó el vagyok így. Jó van, hát örülök neki. Ja. Dobd föl őt, és akkor jövök vissza, oké? Jó. Kancák kin, 3 meg a 2, itt Miksi. Majd nyergeljük Floridát. Hát ide hoztam ezt a széket, itt majd most megpróbálom. Hú, de sokat nőtt ez a szőrik. Igen, mert videót küldenek, de hát amikor azért beleszippantasz a lószakba. Hallott, küldtök videót, de amikor beleszippantok a lószakba, azért az már igazi. Hát kurva jó, hogy már itt vagyok, na. Annyi kellene, hogy legurítotok majd 2 bál a szénát, vagy 3-at. Mert az jó még az a, tudod, még az a alpoki széna. Édes papikám, szia! Szia, Zürikém! Apuci kijött. Könnyedén tudom nyomni a kuplungot, csak lábrálni nem tudok. Az miért ment ilyen durcásan el a tesód? Mondom, várj, szerbusz, itt van apád. Hát szerbusz, kicsikém. Jaj, de ilyen, szerbusz. Jó van. Lábakok, mehetsz vele? Mennyi? Hagyj nézem, lábacska, mennyi érzi a apát? Igen, nagy harcok voltak itt régen, ugye? Na mehetsz. 2, minimál überkét. Minimál, nem körmeli, patkolni. Minimál übert megyünk. De nemrég volt patkolva te. Az esküszöm, neked nemrég. Zolika, mentem ki. Ma ez is nagy for. Jaj, belenesek a gödörbe, itt bazd meg. Ma ez is nagy for. Széna nekik, jó, ne annyit, mint a Niki szegénykém adott, hogy bekeverték, de egyenek. Jó van, én tudom, hogy mennyi kell. Persze, hamizzanak, azt ne sajnáljuk tőlük soha. Mindjárt óta nem lehet a kaját sajnálni. Ugye, roppantanom kéne, de hát... Meg örülök, hogy kimozdultam, gyerkőceim. Aj, de boldog vagyok. Szia, papi! Szerbusz, gyönyörűm! Miksike? Miksike van a padikba. Be kell húzni ma a 2 lovat, ugye? Dendit és Tamát. Egyet rappoljatok a Tóbiné, meg kibotorkálok az ügető szélére. Ki ez? Most üres itt ez a padik, én nem tudom kirakni, szénák van. Oké, szalma, hát az a fogyóba van. 3 bál a szalmán van. Mivel is tálva előtte, mi van? Na jó, majd látjuk. Ez már nagy dolog itt. Az a minimál überke 2,5. Én megyek is direkt oda ki, hogy ki tudjak sétálni valahogy ebből a... Ugye, mert leállok ott a ügető szélénél, ott a malomnál, műúton, és akkor ott bemegyek 120 métert szerintem valahogy el tudok ballagni. És akkor leállok az ügető pálya mellé. Hátsó ajtót akartam rakni ezt a szerelvényt, de pont ott volt a, ugye a garázsnak a tartója. Nem bírtam kinyitni a hátsó ajtót, mennyi édesapám.
Jó van, gyönyörű. Hát csak van, nem lovagolnak, ugye pihennek, elmennek szabadságra ilyenkor. Na, akkor mi van itt? Élnek az ifjak, frissek, boldogok. Szóval én is, hogy itt vagyok. Akkor kettőbe rakhatunk már, az nagyon jó, mert szólok is az Olinak. Na, a két parit már szerezve is van. Már hívom is az Olit. Egyet rappoljatok, kibotorkálok, ott vagyok, és mondom kényelmesen, de a kettőfél meglegyen. Jó, kettőt rappoltak, az még jobb. Ügyesen, nyugalom van. Gyönyörű a szürike. Legyen rendben. Na, megyek. Hívom Zolit. Hát gyerekek, ez már egy nagy, nagy boldogság nekem. Aki tudja, hogy valamit elvesznek tőle, illetve most elvette egy kicsit az élet, egy picit tőlem ezt a dolgot, és hogy már itt lehetek egy kicsit, és ez a bajom, hogy nem az, hogy jaj, már de jó lenne Szabira menni. Az meg úgy kelek hajnalba, hogy már mennék le az istálóba, vagy esetleg esti etetésre is. Tehát ez itt a baj. Nem az, hogy örülök, hogy megszabadulok innen, hanem és arra jött a kis szürikém, simogatta a pucilt. Mind oda jön, mert azért szeretnek, még ha kapnak egy-két taslit is még. Na jó, hívom Zolit. Szóval mennem kell, mert nekem azért, hogy ki kell botorkálnom a 120 métert az idő.